Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a maja naptár szerint június 6-án. Én ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy van különböző kalendárium, amit mi ismerünk, az György pápától jött. Mi ezt a naptárt 1582 évétől használjuk még a mai napon is. De ezen a naptáron kívül van más naptár is, a kínaiaknak is, a majáknál is, és ezt a maja kalendert szeretném nektek bemutatni. Ebben a rendszerben van 20 hullám. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Mi most a második hullámban vagyunk, az május 27-én kezdődött, és június 8-áig tart. Ez alatt az idő alatt, ebben a második hullámban is hatása alatt állunk. Is annyit jelent lefordítva, hogy varázsló. Tehát varázslatos eredményeket láthatunk. Vagy azt, amit mi elképzelünk, megvan ahhoz az energiánk, hogy ezt varázslatos módon elérjük. Ebben az időben van megint egy nap, ahol az égi kapu kinyílik. Német nyelvű területen ezt úgy hívjuk, hogy portáltág. Ez azt jelenti, hogy a mi naprendszerünk is mozog. Egy központi csillagnál ezt a csillagot vagy napot Alkioninak nevezünk. Lefordítva ez annyit jelent, egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkioné a plejádokhoz tartozik. A plejádok, azok az Atlasz Istennek a lányai a görög mitológiából. Tehát egy ilyen napon, amikor egy ilyen égi kapu kinyílik, a plejádok hatása alatt vagyunk. És ez egy finom energiamező. Vannak olyanok, akik érzékenyek ilyen napon, mások pedig ezzel az energiával dolgoznak. Van egy gyógyító hatása is. Június 6-a egy ilyen nap, amikor ez a kapu nyílik a plejádok felé. A maja kalenderből jön ez a számítás, és a maja kalenderben ez a nap, tehát ez a június 6-a Kán hatása alatt áll a második hullámban. Kán lefordítva magot jelent, amit mi elvetünk most, de amíg az kivirágzik, ahhoz idő kell, hogy türelmesek legyünk. Kán azt is jelenti, hogy egy ilyen háló vagy hálózat a mi időnkben, ezt úgy mondanám, hogy internet. És ez alatt a hatás alatt állunk, ez nyílik most, mint kapu, mint lehetőség, hogy valamit elkezdjünk, ami később kivirágzik, vagy hogy a kapcsolatainkat kiszélesítsük, az lehet internet kapcsolat is. A mai nap lehet egy jó kezdet üzleti ügyekben, vagy valaminek az alapításánál. Ez a mai nap az is jó, hogy szerződéseket kössünk, vagy az anyagiakat javítsuk.
De kihat arra is, hogy mi kibővítsünk most valamit. Az lehet kapcsolat és barátságok, vagy egy új szerelmi kapcsolat. A mai napon hat szalamander állatka. Szalamander szimbolizálja a tűz elemét és az alchimiát. Ezek a megújulások. Valami véget ér, de kezdődik egy új. És a mai nap lehet egy nagyon jó kezdet, ami arra vezet, hogy elérjük a céljainkat. A mai naphoz tartozik a fél drága kő citrin. A rómaiak ezt a citrint úgy hívták, hogy a napnak a drága köve. Korábban a rómaiaknál citrin azt jelentette, hogy véd bennünket a veszélyek ellen és a fekete mágia ellen is. És segít abban is, hogy hosszú életünk legyen és az egészségben. Mert segíti az életerőnket. Úgy, ahogy a rómaiak ezt a fél drágakőt, citrint leírták, pontosan így érezték a maják is, és ugyanúgy értékelték. És ez volt a bepillantás ebbe a maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!